Ha a gyerekek táborban vannak, a szülők pedig dolgoznak, vagy éppen nyaral a család, a lakás üresen áll. Ez az év többi időszakában is gyakran előfordul, mégis nyáron gyakoribbak a betörések. Az országszerte megszaporodott lopások oka, hogy bár jól ismerik a szabályokat, mégis sokan a közösségi oldalakon nyilvános posztban tudatják a világgal, így a betörőkkel is, hogy hosszabb ideig senki sem fog a lakásban tartózkodni. Sok olyan betörő van, aki pont erre specializálódtak, hogy közösségi oldalakat követnek figyelemmel, és hogyha azt osztálják, hogy valaki elutazik és kiposztolja, akkor nyilvánvalóan hamar ki lehet deríteni, kiről van szó, milyen lakásról, és akkor el lehet követni egy adott esetben egy lakásbetörést az ő sérelmére. Éppen ez a rendőrség tanácsa az ezzel kapcsolatban, hogyha valaki elutazik akár külföldre, akár belföldre, lehetőség szerint ne hangoztassa azt. Nyilván a barátoknak, ismerősöknek, szomszédoknak ezt jó, hogyha tudomására hozza, sőt kérjük is, hogy figyeljenek egymás lakására, a postaládát, hogy ne legyen feltűnő, hogy valaki nincs odahaza, de sem közösségi oldalakon, sem ismeretleneknek ne beszéljenek, és ne számoljanak be arról, hogy elutaznak, pontosan hova mennek, meg mikor jönnek haza, hiszen ez veszélyes. És ha már itt tartunk, nagyon fontos dolog az, hogy a közösségi oldalakon az új tévét, vagy a porcelán étkészletet, vagy bármilyen más nagyobb értéket, vagy készpénzt senki ne reklámozzon, hogy neki az otthon rendelkezésre áll. Érdemes ezekről a nagyobb értéktárgyakról, ékszerekről fényképes leltárt készíteni utazás előtt, így ha mégis megtörténne a baj, egyszerűbb dolga van a rendőrségnek. Amennyiben lehetőség van rá, érdemes bekameráztatni a lakást. Erre ma már számos távmegfigyelő rendszer létezik, amelyek beszerzésére egyre szívesebben áldoznak pénzt a megyénkben is. Túl azon, hogy riasztó rendszereket érdemes beszerelni, biztonsági zárakkal felszerelni a lakást, nyilván lehetőség van arra, hogy különböző kamerákat helyezzenek az ingatlanba el, és nyomon lehet követni, ma már modern applikációk vannak mobiltelefonra, amelyeken keresztül figyelemmel tudja kísérni, hogy az ingatlanban mi történik, esetleg van-e valamilyen behatolás. Ezek olyan minimális odafigyeléssel járó tevékenységek, amelyeket, ha megtesz mindenki, megfogadja ezeket a tanácsokat, akkor azt gondolom, hogy a lakásbetörések megelőzhetőek lehetnének, vagy legalábbis jelentősen lehetne csökkenteni a számukat. A szakemberek szerint az elmúlt években folyamatosan csökkent a besúrolásos lopások és a betörések száma. A tapasztalatok szerint nyáron azért is van több az ilyen típusú bűncselekményekből, mert a betörők kihasználják a gyerekek naívságát és könnyen kinyittatják velük a bejárati ajtókat. Hasonló a helyzet az idősebb korosztállyal is, őket sokszor azzal csapják be a tolvajok, hogy a közművek szakembereinek adják ki magukat.